Ogerta Manastirliu albániai egészségügyi miniszter közölte, hogy várhatóan nőni fog a sérültek száma. A földmozgást Montenegróban, Észak-Macedóniában, Görögországban, Horvátországban és csak nem a 400 kilométerre lévő Bosznia-Hercegovinában, sőt még Újvidéken és Szerbiában is észlelték. Az albán sajtó szerint a legnagyobb károkat Duránc kikötőváros szenvedt el, ahol tucatnyi embert szállítottak kórházba, valamint 22 embert emeltek ki a törmelék alól. A földrengés középpontja Tiranától 35 kilométerre nyugatra fekvő Tumana településnél volt. Az albániai közszolgálati rádió és televízió jelentése alapján Tumanában két család szorult a romok alá. A várost Ilir Meta albániai elnök látogatta meg, aki az újságíróknak adott nyilatkozatában drámainak nevezte a helyzetet. Edi Rama albán miniszterelnök a Twitteren reggel közzétette, hogy a görög és olasz miniszterelnök már felajánlotta országuk megsegítését, emellett Görögország és Törökország is bejelentette, hogy mentő alakulatokat, tűzoltókat és orvosokat küld Albánia földrengés sújtotta térségébe. Szerbia részéről Alexander Vučić államfő levélben nyilvánított részvétet ma reggel. Az Európai Unió szintén segítséget ajánlott fel Tiranának saját katasztrófa elhárítási rendszerén keresztül. Albániát gyakran érintik földmozgások, a legutóbbit két hónapja, szeptember végén jelentették. Akkor az 5,3-as erősségű földrengés miatt 70 ember szorult orvosi ellátásra.